Tamási város önkormányzata 2016 óta vett ki magánszemélyek kommunális adóját. Az ebből befolyó összeget a város minden esztendőben olyan beruházásokra fordítja, mely az itt élők komfortfokozatát emeli. Amikor bevezetésre került, olyan döntést hozott a képviselőtestület, hogy a itt élő polgárok által befizetett adót csak és kizárólag út és járda felújítására fordíthatja a képviselőtestület, és erről minden évben külön beszámol a testület, illetve külön döntéssel dönti el, hogy az adott évben mire fordítjuk ezeket az adóforintokat. Általában abból az alapvetésből indulunk ki, hogy a sok viszonylag rossz állapotú út és járdaszakasz közül azokat próbáljuk előrevenni, azokat vesszük előre, amelyek a legforgalmasabbak, illetve a legrosszabb állapotban találhatóak. Ez nem azt jelenti, mondja Parga Ferenc polgármester, hogy egyéb források nem állnak rendelkezésre az útfejlesztési program lebonyolítására, hiszen számos pályázatot nyújt be az önkormányzat erre a célra. Évente ez a kb. 27 millió forint összeg, ez mindig erre fordítódik. Egyébként pedig a befolyó különböző hazai és uniós forrásokból igyekszünk erre pénzt fordítani. A korábbi időszakban az egyik topos forrásunk például kerékpárút és járdafelújításról szólt. Itt közel 200 millió forintot fordítottunk 3 évvel ezelőtt, csak ilyen célra, de nyilván ez nem minden évben áll rendelkezésre, illetve rendszeresen pályázunk a belügyminiszter által kiírt belterületi útfelújításra. Ebből a keretből sikerült például felújítani az elmúlt 2 évben a Garai utcát. Az idei évben a városközponthoz közeli Arany János utca egy részének felújítására kerül sor, illetve járdaszakaszoknak a építésére, felújítására. Egyrészt a nemrégiben átadott zöld pont és civil ház épületének közvetlen környékén újítunk fel járdát, alakítunk ki még parkolási lehetőségeket, illetve más utcákban, például az Ötvös utcában, a Vörösmarty és a Kisföldi utca találkozásánál és az építők útján végzünk kisebb járda felújítási munkálatokat. A jelenlegi elképzelések szerint a hamarosan elinduló TOP Plus program lehetőségeiből a két lakótelepi úthálózat és parkoló rendszer felújítását tervezi az önkormányzat. A testület megtárgyalta és elfogadta a sportfinanszírozásról szóló határozatot. Idei évben is nagy hangsúlyt fektettünk a sportra, Tamási sportjára, a szabadidősportra és illetve a versenysportra, és főleg az utánpótlás gyermek sportolóknak a támogatására. Idén is kicsit többet tudott az önkormányzat szállni a sportegyesületekre, közel több mint 9 millió forinttal támogattuk idén a sportegyesületeket. Mindenkinek nőtt egy kicsit a támogatása a tavalyi évhez képest. Több sportegyesületünk is az országos bajnokságokban szerepelnek, illetve országos eredményeket érnek el. Így például ugye a súlyemelőink, motokrosszosaink, a fotbalistáink, a kézilabdásaink. Most nem sorolok föl mindenkit, de ezek az eredmények nagyon fontosak Tamási város életében, és ezeket támogatni is fogja az önkormányzat minél több összegekkel. A városban az egyesületi edző koordinálásával folyik az iskolai sportversenyek lebonyolítása annak érdekében, hogy minden tehetséges ifjú számára biztosítsák a számára legmegfelelőbb sportban a fejlődés lehetőségét.